Amikor átvettük a rózsákat, akkor érezhettük a szeretetnek, a törődésnek, a gondoskodásnak a kifejeződését, de tudhatjuk azt, hogy a szeretet igazából egy felsőbbrendű hatalomtól kell, hogy kapjuk nap mint nap, hogy valóban ez a szeretet ez tovább áradhasson közöttünk. Úgy gondolom, hogy minden hölgynek, minden édesanyának szüksége van arra, hogy a szeretetet azt gyakran megkapja és kifejeződjön az ő irányába. De én úgy gondolom, hogy édesanyáknak különösképpen nagy szüksége van arra, hogy bátorítást kapjanak. És olyan ige verseket szeretnék most átadni a virág szálak mellé, amely bátorítást jelenthetnek az édesanyák számára. Ezeket az igéket egy bibliai könyvből választottam, Ésaiás próféta könyvéből, és ezeket az ige verseket illesszük oda a virágszálak mellé. Vajon Isten hogyan bátorítja az édesanyákat? Az első ilyen bátorító gondolat Ésaiás próféta könyvéből a 41. fejezetben található. Ésaiás próféta könyve 41. fejezet, 10. és 13. verse. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. A 13. verset is. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ez az első igevers, amit szeretnék a virágok mellé odailleszteni. Milyen nagy szüksége van az édesanyának segítő társra? És milyen jó dolog az, hogyha ezt a segítséget megkapja a házastársától, megkapja a férjétől, megkapja a gyermekeitől, megkapja az unokájától. De hát sajnos ezek a segítő kezek nincsenek minden nap ott jelen az életünkben, és ez bizony-bizony azért néha aggodalomra is okot ad. Hogy amikor az édesanya elveszíti házastársát, nincs ott a közelében a gyermeke, vagy nem tud segíteni az unokája, és lehetne sorolni a segítő kezeket, akkor teljesen egyedül marad. Nincs senki, aki ott lenne mellette, és akinek élvezhetné a segítségét és támogatását. Nagyon érdekes, a Bibliában olvasunk olyan asszonyok élettörténetéről, akik ezeket a segítő kezeket elveszítették. Ha most Rút történetére gondolunk, láthatjuk azt, hogy milyen drámai dolog az, amikor egy asszony elveszíti a segítő kezeket. Hiszen tudjuk Rút történetét, elveszítette az ő férjét, csak az anyósa maradt mellette, és úgy tűnt, hogy igazából ez a segítő kéz, ez már soha többé nem lesz jelen az életében. De Isten gondoskodott egy segítő kézről, aki jellemezte, jelképezte az eljövendő Jézus Krisztust, Rútnak újból akadt egy segítő keze, ez volt Boáz. Ebben a bibliai szövegben azt láthatjuk, és ez jelentsen bátorítást mindannyiunk számára, különösen az édesanyák számára, hogy Isten segíteni akar neked, nem csak közvetlen hozzátartozóid. Ne félj, mert én vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Mivel én vagyok Urad Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. De nézzünk egy másik bátorító igeverset ebből a bibliai könyvből, Ésaiás próféta könyve 26. fejezetéből. Kiki a legkedvesebb igét kiválaszthatja majd a maga számára, és a
rózsa mellé oda tűzheti, hogy igen, nekem erre a bibliai szövegre most nagyon nagy szükségem van, mint édesanyának, hogy az élet utamon tovább tudjak menni. Csodálatos dolog az, amikor köszönhetjük egymást, de ezeket a bibliai szövegeket hallhatjuk úgy is, mintha Isten köszöntené föl az édesanyákat. Figyeljük meg a 26. fejezetből a 3. és 4. verset. Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában örök kőszálunk van. Milyen csodálatos dolog az, hogy támaszkodhatunk valakire. Hát az igazság az, hogy ahogy az idő előre halad az életkorunkban, és érezzük az időnek a nyomását, hát egyre jobban érezzük azt, hogy rá kell, hogy valakire támaszkodjunk. Az én szüleim is most már magas életkort éltek meg, édesanyám is 80 esztendős lesz ebben az esztendőben, és egyre inkább igényli a segítséget. Hogyha föl akar kelni az ágyból, vagy föl akar állni a székből, akkor gyakran mondja, hogy gyere csak fiam közelebb, hogy rád tudjak támaszkodni. Na de mi van akkor, amikor egy édesanyának nincs egy olyan közvetlen személy a környezetében, akinek azt tudná mondani, hogy gyere, hagyd tudjak rád támaszkodni. Hát ez a bibliai szöveg azt mondja, hogy bátran támaszkodhatunk Istenre. Milyen csodálatos dolog az, amikor az ember, az édesanyja megtapasztalhatja azt, hogy van kire támaszkodni. A Bibliában nagyon különleges családi történetek vannak. Az egyik ilyen különleges családi történet Ábrahám családjában tapasztalható. Tudjuk azt, hogy Ábrahám felesége, Sára egy nagyon-nagyon különleges tanácsot adott egyszer a férjének. Amikor nem akart teherbe esni, nem tudott teherbe esni, akkor a férjének azt mondta Ábrahámnak, hogy vedd az én szolgáló lányomat, ez egy egyiptomi származású szolgáló lány volt, úgy hívták, hogy Hágár, és támasz gyermeket. Hát Hágár, a szolgáló, meg is szülte Izmaelt. De Sárának egy bizonyos idő után nem tetszett. És emlékezünk, hogy mi történt Hágárral és Izmaellel? El kellett küldenie a családból. Egy édesanya el kellett, hogy menjen, és az ő egyetlen gyermekével, Izmaellel a pusztaságba kellett, hogy menjen. Kire tudott támaszkodni a pusztában, a sivatagban Hágár és az ő gyermeke? Sajnos nem volt ott Ábrahám, hogy azt mondja, hogy Ábrahám, gyere, segíts, hagyd támaszkodjak rád. Ez nem adatott meg. De Isten támasza volt ő néki. Amikor úgy érezzük, és különösen az édesanyák azt tapasztalják, hogy nincs segítség, nincs akire támaszkodni lehet. Itt egy bátorító ige Istentől. Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében. Lehet, hogy valaki egy másik bibliai szöveget szeretne az ő virága mellé oda tűzni, és lehet, hogy a következő igevers lesz az, ami kedves lesz valamelyik édesanyának. Ésaiás proféta könyvében az 54. fejezetet keressük ki, és ott a 10. verset bátorításul Istentől vegyük most el. Az 54. fejezet 10. verse így hangzik. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek.
de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő Urad. Vannak olyan élethelyzetek, amikor egy édesanya természet fölötti segítségre vár. Ezek különleges dolgok, mert amikor az életünkben olyan dolgot tapasztalunk, hogy itt emberileg nincs tovább, nincsen emberi segítség, akkor gyakran érezzük azt, hogy bárcsak jönne az Isten, és valami csoda dolgot tenne. Sokat gondolkozom azon, amikor a Bibliában olyan asszonyokról olvasunk, akik ezeket a természet fölötti hatalmaknak a megnyilatkozását várták. És Isten néha megadja ezt a különleges természet fölötti beavatkozást. Figyeljük csak ezt az igét. A hegyek eltávoznak. Hát bizony tapasztaljuk azt, hogy olyan módon megváltozhat a környezetünk, amely teljesen bizonytalanná tesz bennünket. Vajon hova tudjuk letenni biztonsággal a lábunkat? Hova tudjuk megvetni a lábunkat, ami stabilitást jelent? A halmok megrendülnek. Bizony-bizony egy édesanya számára is elérkezhet egy olyan pillanat, amikor nagyon nehézzé válik az élet. Vannak a gyülekezetekben olyan idős testvérnők, akik nem abban a kiváltságban és örömben részesülhetnek, hogy a családtagjaik veszik magukhoz. Elmúlt este is egy idős édesanyát látogattam meg, az egyik gyülekezetünknek a tagja ő, túl van már a 80. életévén, özvegyként él, de olyan egészségügyi állapotban van, hogy 24 órás ápolásra szorul. Ezért egy idősek otthonába helyezte el a család, mert olyan felügyeletre van szüksége. És amikor tegnap este meglátogattam őt, akkor azon gondolkodtam, hogy mennyire szüksége lehet ennek a testvérnőnek, ennek az idős édesanyának arra, hogy valami természet fölötti módon kapjon segítséget Istentől. Igen, néha érezhetjük azt a dolgot, hogy a halmok is megrendülnek. De mi Isten ígérete? Az én irgalmasságom tőled el nem távozik. Adja az Isten, hogy ez a bibliai szöveg legyen, ami számunkra, az édesanyák számára különösképpen egy kapaszkodó. A negyedik bátorító igét ugyancsak Ésaiás próféta könyvéből, a 43. fejezetből szeretném olvasni, és ott a második verset. Talán Kiki most már megtalálta azt az igeverset, ami számára kedves, de ha még mindig van olyan édesanya, aki úgy érzi, hogy neki még több bátorításra van szüksége, akkor ezt az igeverset is lehet választani. Az Ésaiás proféta könyve 43. fejezet második verse. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Férfiak és nők kerülnek olyan élethelyzetbe, amikor mondhatnánk azt, hogy nagyon rezeg a léc. Amikor nem lehet tudni azt, hogy mi lesz a folytatás, mi lesz a következő. Hát egy édesanyja számára, egy nő számára manapság mindig rezeg a léc, hogyha el kell menni egy nőgyógyászati szűrésre. Mi lesz akkor? Éppen a héten látogattam meg egy testvérnőt, aki azzal fogadott, hogy a legutóbbi látogatás óta egy műtétje volt. El kellett távolítani a szervezetéből egy olyan daganatot,
amelyről nem lehetett tudni, hogy annak milyen súlyos egyéb következményei vannak. A műtét megtörténte után a legnehezebb időszak jött el. Mert amikor eltávolítanak egy daganatot az emberi szervezetből, akkor mindig elküldik szövettani vizsgálatra is. És ott vannak azok a feszültséggel, aggodalmakkal teljes napok. Vajon mi lesz a szövettani eredmény, mit fog hozni a holnap? És a testvérnő azt mondta, hogy hát számot vetett. Nem csak az életével, hanem hogy mi lesz a gyerekével, aki általános iskoláskorú gyermek. Nem a férjével együtt nevelik a gyermeket. A segítség csak egy nagymama. Na de mi van akkor, hogyha a szövettani eredmény majd azt fogja mondani, hogy sajnos ez az eredmény pozitív? Mit mond az ige? Mikor vizen mész át, én veled vagyok. Amiközben remegsz, hogy mi lesz az eredmény, akkor én veled vagyok. Ha folyókon azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, a láng meg nem perzsel téged. A testvérnő azt mondta, hogy olyan furcsa érzése volt a műtéte előtt. Úgy érezte, hogy ez a daganat, minthogyha égetné belülről. Mit mond ez az ige? Nem perzsel meg téged. El tudjátok képzelni, hogy amikor megérkezett a szövettani eredmény, akkor feszülten, mindent egy lapra föltéve megnézte, hogy vajon mi az eredmény. Nem minden édesanyának adatik meg, hogy egy szövettani eredménye negatív legyen. De ennek a testvérnőnek, hál' Istennek, negatív lett az eredménye. Igen, belekapaszkodhatunk Istenbe, és az édesanyák különösképpen, mert amikor vizen mész át, én veled vagyok. Figyeljük meg a befejező igeverset, az ötödik bátorító igét, és nagyon bízom benne, hogyha még valaki nem találta volna meg azt a kedves igét, ami neki segít az ő élet útjának a tovább menetelében és a következő élet szakasznak a támaszát keresi, akkor keressük most ki a 49. fejezetet, és a 49. fejezetből figyeljük meg a 15. és a 16. verset. 49. fejezet 15 és 16. verse. Hát elfeledkezhetik az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznék is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Ímé az én markaimba metszettelek fel téged, kőfaladid előttem vannak szüntelen. Nyíregyházán mi közel lakunk a kórházhoz, és az egyik reggel egy nagyon különleges dologra lettem figyelmes. A kórháznak a egyik külső részén, ami az utcára néz, van elhelyezve egy kis életmentő inkubátor. Hát ez azért van oda elhelyezve, hogyha egy édesanyja hoz egy döntést, hogy az ő gyermekét inkább itt látja biztonságosabb helyzetben, mint hogyha a családban maradna, akkor ezt a fájó döntést meghozva talán így a gyermeke megmenekül. Azon a reggelen, ott a Szent István utca sarkán arra lettünk figyelmesek, hogy ott a kis Benyámin inkubátornál ott áll egy rohammentő és egy rendőrgépkocsi. Hát vajon miért? Mert ott a behelyezett valaki egy kis csecsemőt.
Nem tudjuk megítélni az emberi döntéseket. Lehet, hogy ez a gyermek számára a körülményeket, a helyzetet figyelembe véve, abban a környezetben lehet, hogy ez volt a legjobb döntés. Ebben a bibliai szövegben azt mondjuk, hogy néha meghoznak emberek olyan döntést, hogy úgymond az ő méhének gyümölcséről elfelejtkezik. De mit mond Isten? Ha ilyen is történne, én te rólad el nem feledkezem. Egy édesanyának a legnagyobb szomorúsága talán az, amikor a szerettei elfelejtkeznek róla. Talán még azt is kibírja egy édesanya, hogy az anyák napjáról elfelejtkezik a család. Talán még azt is kibírja az édesanya, hogy egy évben a születésnapjáról elfelejtkeznek. Még lehet, hogy egy édesanya azt is kibírja, hogy a névnapjáról nem emlékeznek meg. De az, hogyha rá se néznek, nem köszönnek neki, mintha már nem is lenne, az egy rettentő, fájdalmas dolog. Ahogy említettem nektek, tegnap este egy idős adventista testvérnőt látogattam meg az idősek otthonában. Nem mondom meg, hogy melyik városban, mert semmilyen rossz hírét nem szeretném kelteni ennek az idős otthonnak. A szobában, amelyben a testvérnő van, még rajta kívül hárman vannak. A sarkokban vannak elhelyezve az ágyak, és minden egyes sarokban egy idős asszony van. Ha csak tehetem, ebbe a városba, mivel minden kedden és minden pénteken járok, ezért ha csak van lehetőségem, minden kedden és minden pénteken bemegyek az idős testvérnőhöz, ugyanis az ő családtagjai nem ebben a városban laknak, hanem 70 kilométerre innen. Tehát nagyon-nagyon ritkán van lehetőség arra, hogy a családtagok meglátogassák az idős nagymamát, édesanyját. Még soha nem tudtam úgy menni, meglátogatni a testvérnőt, hogy a többi idős betegnél valaki látogató legyen. Ezek a betegek, ezek az idősek szinte mozdulatlanul fekszenek az ágyban. És úgy gondolkozom, hogy vajon miért? Hát mire vágyik egy emberi lény leginkább? Hogy valaki oda menjen, köszönjön, megsimogassa, és valamilyen szükségletét kifejezze. Már rájöttek, hogy én vagyok a pap, és ezért amikor bemegyek, akkor mindenki jönnek az apró kicsi kis kérések. Tessék már kiönteni a poharamból a vizet, és egy kicsit engedni a csapból. Hát miért? Mert az ember vágyik a szeretetre, vágyik a törődésre. Lehet, hogy ezek az idős asszonyok azt érzik, hogy róluk elfelejtkeztek. De mit mond Isten? Ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Kedves édesanyák, ezek az igék legyenek bátorításul nekünk minden nap. Hiszen ezeket nem férfiak teszik, ezeket a bíztató szavakat, nem családtagok mondják el, hanem maga Isten mondja el nekünk. Bizony, nem csak virágszálakra van szükségünk, hanem Istentől jövő bátorításra. Vegyük el az ő bátorítását. Amen.